Külföldön tanulni, dolgozni és belekóstolni az önálló életbe egyszerre félelmetes és izgalmas is. Mindenre kiváló lehetőséget nyújt a Kodolányi János Főiskola nívódíjas Erasmus programja, melyben a hallgatók 200 tagintézmény közül választhatnak. Ez az egész a nyitottságról szól. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Ott vagy kint egy idegen országban, idegen emberekkel, az egyetlen megoldás az, hogyha nyitsz feléjük. Ez egy fantasztikus lehetőség azoknak, akik bevállalósabbak és kalandvágyók. I feel very good here because the other Erasmus students are great. Hát a világ minden részéről összejönnek, barátságok, szakmai kapcsolatok szövődnek. A 3 hónap alatt szerintem többet tanultam ott kint, mint itt a 2 év alatt. We have a good time here, we party and we travel together and it's great. Hát a legnépszerűbbek a svéd, holland, osztrák egyetemek és főiskolák, és egyre népszerűbb a törökországi partner kapcsolat is. So everyone at home thinks that I'm studying really hard, but I'm really, really not. So I'm just having fun and having parties, and everyone thinks that I'm a good student boy, so that's perfect. Teljesíteni kell, tehát nem az van, hogy most akkor 3 hónapig kibulizom magam, és akkor majd utána nem csinálok semmit, hanem azért követni kell az itthoni eseményeket, és figyelni kell, hogy mi zajlik a tanórákon, hogy utána azért nem maradjon le annyira az ember. Az előző fél évben Belfastban voltam Erasmusos szakmai gyakorlaton. Volt lehetőségem tanulni, volt lehetőségem dolgozni. Ausztriában voltunk Erasmuson, csereprogramban. Mi nagyon jól összeszoktunk a Hédivel, pedig amikor kimentünk, alig ismertük egymást. Nem tettek különbséget egy Erasmusos diák, illetve egy helyi diáknál, mert ugyanazok voltak a vizsgakövetelmények. Az iskola rádiójának a munkájában működtem közre, illetve eljártam velük továbbképzésekre, meg mindenféle ilyen dologra. Gyakorlatot végeztem a Campus and City Rádió San Pöltennél. Készíthettem ott náluk egy műsort, volt egy ötletem, teljesen vevők voltak rá, élő adást vezethettem velük, és szóval egy hatalmas élmény volt. Az Erasmus program számos előnye mellett természetesen felmerültek azok a nehézségek is, melyek egyeseket eltántorítanak. Magam részéről megmondom őszintén, hogy nem szívesen hagynám itt az országot ilyen hosszú időre. Hátrány, hogy nagyon sok mindent kell hozzáintézni, és ehhez sokszor nem kaptam segítséget. Az ügyintézők is nagyon kellemetlenül viselkedtek, mikor kértem tőlük valamit. Itthon is elég nehéz megtanulni ezt a kommunikációs szakmát, én úgy gondolom, és ahhoz, hogy valaki jó kommunikátor legyen, ahhoz már egy olyan nyelvtudás szükséges, hogy profi szinten tudjon beszélni ott is. Létezik az a bizonyos kultúrsok. Ezen egy Erasmusos diák biztosan túlesik, mert hiszen a kultúrsoknak van egy ilyen lefolyása, hogy az idő megoldja ezeket a dolgokat, és elkezd az ember a másik fejével gondolkodni, vagy a másik társadalom fejével gondolkodni. Nem jellemző az, hogy valahogy negatív szájíze, vagy negatív tapasztalatokkal térnének vissza. Angol kommunikáció szakos hallgatónk van olyan, aki most Angliában egy igen jó nevű középiskolában angolt tanít. A kintartózkodás komoly anyagi terheket is jelent, melyet az iskola ösztöndíja csak részben tud fedezni. Minimum 200 euró támogatást havonta nyújtani illik a kiutazó hallgatóknak. Szerintem az az összeg, amit az Erasmus program keretében mi ösztöndíjként kapunk, az nem elegendő arra, hogy egy fél évet kint töltsünk külföldön. Tulajdonképpen elég magas ösztöndíjat kaptam a Kodolányi János Főiskolától. Ezt a tanulmányi eredményemnek, illetve a 2 középfokú nyelvvizsgámnak köszönhettem. Fedezte teljes mértékben a szállásomat és a rezsiköltséget. Nehéz volt, tehát be kellett osztani, tehát mindig számoltunk, de mindenünk volt. I had the choice of going to Székesfehérvár or London, and London would have cost me around 8,000 euros only for going to the school, and then 800 euros per month. And here in Székesfehérvár, I have my amount of money. That's good because in Norway it's
quite more expensive. Szóval az Erasmus ösztöndíj az nagy segítség, viszont túlzás lenne azt mondani, hogy ez mindent fedezni fog. Tehát senki nem menjen úgy ki, hogy na majd megkapom az Erasmus pénzt, és akkor abból majd én jól el leszek. Mert egyrészt az ösztöndíj az késhet, mint ahogy például nálam elő is fordult. Másrészt meg nyilván azért ennek van önköltsége is. Ugye a repülőjegy, a biztosítás, ez minden, amit saját magának áll az ember. A diploma megszerzéséhez mindenképpen szükséges egy nyelvvizsga megléte. De vajon egy kint töltött fél év minden esetben nyelvvizsgához vezet? Ennek a programnak számos előnye van. Az egyik az, hogy a diákok arra vannak kényszerítve, hogy angolul beszélgessenek egymással. Az, hogyha valaki egy fél évet külföldön tölt, az nem fogja azt jelenteni automatikusan, hogy az ő nyelvtudása sokkal-sokkal jobb lesz, mint volt korábban. I think it's a very good practice for me to speak all day English, to have the classes in English and to speak with the others in English. Az egy dolog, hogy én a kereskedőtől tudok kérni egy kiló banánt, vagy a kocsmába egy sört, meg más egy szakmai előadást megérteni. Itthon meg kell szerezni egy viszonylag biztos nyelvtudást, mert nem jó dolog az, hogyha ott az ember frusztrálva érzi magát azért, mert nem érti az előadásokat. It's very international. I can learn Norwegian, Hungarian, Turkish, Russian. Of course, I can learn Polish. Everybody who wants to learn Polish words, so it's big mix to many language, and it's very very good and funny. Ajánljuk a középfokú nyelvtudást, de nem kötjük a kiutazást, illetve az ösztöndíj mértékét a nyelvvizsga bizonyítványhoz, a papírhoz. Az angol tanszék úgy határozott korábbi tapasztalatok alapján, hogy egy nyelvi tesztet iratunk a ide jelentkező külföldi diákokkal, ezért 60%-os eredmény elérését tekintjük a belépőnek a anglisztika órák látogatásához. Volt nálunk is egy olyan leányzó, aki nem igazán tudott németül, és mégis nagyon klasszul feltalálta magát, és tudta használni a nyelvet, és tudott érvényesülni. Tehát én azt mondom, hogy aki bátor, az nyugodtan próbálja ki, mert egy nagyon nagy élmény, és ez egy örökre szóló dolog, tehát erre mindig szívesen fog visszaemlékezni. Székesfehérvár, csak Szevjóra. Spisz drít Székesfehérvár. Jubeszk Székesfehérvár. Kaham Székesfehérvár.